Ezek a képek az idén január közepén készültek, havazás bénította meg a forgalmat Szombathelyen és Vas megyében. A hasonló hóhelyzetek kezelésére már készül a vasi katasztrófa védelem. Az operatív törzs a szolgáltatókkal is együttműködik. Elkezdődtek az egyeztetések az üzemeltetőkkel, a gázszolgáltató helyi képviselőjével már megtörtént az egyeztetés. Folyamatosan most fel fogjuk keresni a szolgáltatókat. A szakemberek azt ígérik, hogy folyamatos lesz a kommunikáció az érintett szervezetek és cégek között. Ehhez megvan a szükséges hálózat. A védelmi bizottságok, rendvédelmi szervek, áramszolgáltatók, meteorológiai szolgálat, közútkezelő, népegészségügyi szakigazgatási szervek, médiaszolgáltatók vannak becsatolva. A szerdai télindító értekezleten elhangzott, a hivatásos tűzoltók munkáját egy-egy katasztrófa helyzetben szükség esetén 86 önkéntes egység tudja segíteni Vas megyében. Az elmúlt év megmutatta természetesen azt, hogy nagyon komoly tevékenység előtt állunk, hiszen előfordult az, hogy 1000 kamion várakozott a megyében, ki kell jönni a kényszervárakoztató helyeket, meg kell szervezni az ellátásukat, ezek állami, önkormányzat és karitatív szervezetek együttes feladatait jelenti. A másik oldalra fel kell készülni arra, hogy senkit nem hagyunk az út szélén. A tavalyi télen 2,5-szer annyi volt a csapadék, és 2,5-szer annyi volt a havas napok száma, mint egy átlagos tél alatt. Erre is felkészültek a tűzoltók, a rendőrség, a Vöröskereszt és a közlekedési társaságok Vas megyében.